mint nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik. Megnézzük, áttekintjük, hogy a magyar üzleti szféra hogyan áll a karbonsemleges működéshez. Készültek ez ügyben felmérések, úgyhogy körülbelül rá lehet nézni a teljes üzleti szegmensre, hogy hogyan is áll ezzel. És hát ki mással beszélhetnénk erről, mint Ifjá Csikán Attiláról, a Magyarországi Üzleti Tanács és Fenntartható Fejlődésért, Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért újraválasztott elnökével. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is! Hát gratuláljunk először is, ugye, hogy egy újabb 3 éves ciklusra választott vezetőséget a szervezet, és hát ismét te lettél ennek az elnökségnek, a 4-tagú elnökségnek az elnöke. Gratulálunk! Köszönöm szépen, kedvesek vagytok. Nagyon sok, de úgy érzem, hogy nagyon hasznos, és meg kell mondjam, hogy nagyon élvezetes, tanulságos munka a VCDH-val dolgozni. Aha. Ugye, ahogy említettük, vagy kezdtük rá, is néztek arra, hogy hogyan áll a teljes üzleti szegmens ezzel a folyamattal, a karbonsemlegességgel. Ugye, mit tapasztalhatok? Hogyha kellemes a munka, akkor én azt merem sejteni, hogy a fejlődés érzékelhető, kitapintható ez ügyben. Egyértelműen érzékelhető a fejlődés. Ugye, hogyha 3 irányban közelítem meg ezt a dolgot, akkor azt mondom, hogy elkötelezettség, eszközök, amin belül ott van persze a finanszírozás, és ugye végül körforgásos gazdaság. Ha az elkötelezettséggel kezdjük, ugye hiszen az elszállás az nagyon-nagyon fontos, akkor készítettünk mi egy felmérést, egy Towards Net Zero felmérést, ugye Net Zero-nak a zéro karbonkibocsátást mondjuk, és hát a vállalatoknak a 31%-kal rendelkezik már nettó zéró céllal, ami persze a félig tele vagy a félig üres pohár esete, hiszen ugye a 31 még messze nem 100, de azért ez már egy nagyon jelentős tömeg, és nagyon nagy vállalatok is vannak közöttük. 50% rendelkezik konkrét kibocsátás csökkentési céllal. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk a BCDH-val dolgozni, akkor ezek a számok az álomkategóriába tartoztak. Persze soha nem lehetünk elég gyorsak, eléggé komoly kihívásokkal kell megküzdenünk, de azért ez már egy mérhető tömeg. Én azt gondolom, hogy akár évről évre, éves összehasonlításban is látszik, hogy egyre több vállalat ismeri föl egyrészt azt, hogy ezzel muszáj foglalkozni, viszont ugye egyre többen látják a lehetőséget is ebben. Úgyhogy az elkötelezettséggel én azt gondolom, hogy nincs gond, és igen, erre is gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy lelkesítő dolog vállalati oldalról foglalkozni a fenntarthatósággal. Ugye azt azért látni kell, hogy a vállalatok kulcsszereplők, tehát a vállalatok a maguk K+F eszközeivel, a maguk pénzügyi eszközeivel, tudásával, a maguk szervezési és menedzsment tapasztalatával olyan szereplői lehetnek ennek az ügynek, ami a kormányzatot is és a fogyasztókat is alapvetően tudja segíteni, tehát mondjuk úgy, hogy a húzó ereje lehetnek a fenntarthatóságnak. Ha miközben ugyanakkor gondolom a vásárlók is, tehát a vállalatok ügyfelei is az irányba terelgetik őket, hogy minél inkább magukévá tegyék ezeket a gondolatokat, vállalatirányítási rendszereket. Ugye teljesen egyértelmű, hogy ahogy szoktam is mondani, hogy aki időben ébred és időben foglalkozik ezzel, ez komoly versenyelőre tehet ma már szert, mert igenis egyre több fogyasztó van, aki az öntéseiben már ezeket a szempontokat figyelembe veszi a legfontosabb szempontok között. És van egy másik nagyon érdekes dolog, ugye az pedig a finanszírozás. Aha. Egyre több olyan pénzintézet, olyan befektető van, aki a saját szempontjai között kiemelten kezeli azt, hogy fenntartható befektetéseket tegyen. Egész egyszerűen arról van szó, hogy megjelent egy olyan rendszer, amiben ezek a befektetők minősítik gyakorlatilag a vállalatokat, ugye ezt hívjuk ESG-nek, és ez az ESG 3 szóból áll össze, ugye az environment,
ment a környezet, a social, a társadalom és a governance, ugye, ami a vállalatirányításnak a fenntartható voltát jelenti, és gyakorlatilag megnézik a befektetők, hogy kinek adják a pénzüket, milyen célokért finanszíroznak, és itt megint arról szól ez a dolog, hogy aki ebben élen jár, az gyakorlatilag olcsóbban, kedvezőbben jobban tud finanszírozáshoz jutni, és ahogy ugye nem csak a vállalatoknak vannak net zero céljai, hanem a befektetőknek is vannak fenntarthatósági céljai, előbb vagy utóbb elfogyhat a levegő azok közül, akik azok körül, akik ebben nem tudnak előrelépni. Itt azért fölmerül, és számos kritikát kapott ez a rendszer, hogy most ugye még a vállalások időszakában vagyunk, tehát könnyű nagyot mondani, aztán majd kérdés, hogy csináljuk-e, meg itt azért sokkal szebbnek próbálják magukat beállítani, pontosan emiatt a változás miatt a cégek, azért ezt nehéz kivédeni, nem? Ezt nehéz kivédeni, ezzel foglalkozni kell, hogy megjelent a greenwashing jelensége is, ami arról szól, hogy ugye visszatolják, vagy megpróbálják visszatolni egyes cégek ugye a zöldülést, a fenntarthatóságot a marketing csapdába, ami ugye arról szól, hogy inkább kommunikálunk, és nagyon keveset cselekszünk. Uh-huh. Ugye az a jó hírem van, hogy legalábbis BCDH tagvállalatok körében azért elég erősen ma már a cselekvés és az eszközöknek a keresése folyik. Tehát én azt mondanám, és meg is hirdettük, ugye volt nekünk egy Action 2020 programunk, ugye 2020-ig, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy milyen területeken, milyen célokat lehetne kitűzni, és most ugye, miután eltelt 2020, és ugye folytatjuk a munkát, van egy Time to Transform 2030 programunk, ami viszont egyértelműen cselekvésről szól, és a cselekvéshez szükséges eszközökről. Tehát itt megint elő kell hoznom a K+F-et, megint elő kell hoznom a partnerséget, az információ megosztást, segítünk egymásnak, mint vállalatok. Ne felejtsük el, hogy azért nem csak a klímavédelem van a világon, hanem ugye van természeti sokszínűség, van társadalmi egyenlőtlenség, amikkel foglalkozni kell fenntarthatósági alapon, és ezt gyakorlatilag együtt ki akarjuk találni, hogy ez hogy működik, és mondom még egyszer, ez ma már nem szólhat csak a célokitűzésekről, hanem azonnali cselekvésről kell, hogy szóljon. Tegnap kell elkezdeni cselekedni, és mondom, elég sok vállalat ezt megteszi. Ehhez a Time to Transform programukhoz is óriási a támogatás, és nagyon sok cég dolgozik velünk konkrét üzleti megoldásokkal, amiket meg is osztunk. Most nemzetközi összevetésben hogy állunk már, mint a friss felmérés, ugye a magyar céges szféráról szól, ez hogy néz ki, hogyha kitekintünk? Igen, ez ugye van egy világtanács is, ami elnyúlja alá a mi szervezetünk, a BCDH is tartozik. A világtanács is 2020-ban vizsgálta felül a céljait, és gyakorlatilag csinált egy stratégiát 2050-ig, és 2030-ig keresi, tehát gyakorlatilag ugyanabban az időhorizontokban dolgozik ezeket a megoldásokat, illetve hát ugye az európai ugye Fit for 55, tehát az 55%-os kibocsátás csökkenési cél is 2030-ig szól. Azt se felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sok olyan vállalat tagunk, aki egyébként nemzetközi vállalatnak a magyar leányvállalata, tehát ők hozzák is külföldről adott esetben ezt a tudást. Én szerintem ebből a szempontból nem vagyunk elmaradva. Elég sok a kihívás, ugye csak a körforgásos gazdaságot, ha megemlítem, nemzetközileg is, hogy ne csak veszünk róla, hanem egyre jobban alkalmazzuk. Nem vagyunk sereghajtóak egyáltalán ebben a dologban. Azt mondom, hogy megyünk a mainstream-mel együtt, és elkezdtünk foglalkozni már azzal, hogy legyenek ESG minősített vállalataink, azzal, hogy a körforgásos gazdaságban ugye minél inkább előre tudjunk lépni. Ugye ahhoz mi csináltunk egy körforgásos gazdasági platformot az Információs Technológiai Minisztériummal és ebben a témában nagyon élen járó hollandokkal, a holland nagykövetséggel, és ott is gyakorlatilag, ha valaki eljön és megnézi ezeket a programjainkat, akkor láthatja, hogy konkrét megoldásokat tudunk már bemutatni. Uh-huh. A mostani háborús helyzet kapcsolatosan vannak félelmek, hogy ez ismét egy kicsit háttérbe szorítja a klímavédelmet, illetve a zöldülési trendet. Nagyon egyszerű példa, hát a szankciók része, nem veszünk gázt az oroszoktól, alternatív forrásokat kell keresni, és ez mondom csak egyik félelem. De van több olyan félelem is, hogy itt a nagyon rövid távú célok, azok mondjuk elhomályosítják, vagy háttérbe tolhatják a zöldülési középtávú, de egyre sürgősebbé váló célt. Ezt hogy látod? Hát erre három dolgot hagy mondjak, ugye természetesen nagyon rövid távon ilyenkor nem foglalkozik senki a klímavédelemmel, hát egy háborúban ugye teljesen más szempontok, a puszta túlélés az, ami foglalkoztatja teljesen természetesen az embereket.
Ha viszont egy kicsikét hosszabb távon nézem ezt a dolgot, és hát nyilván remélve azt, hogy minél gyorsabban vége szakad ugye a háborúnak, akkor két dolgot lehet mondani. Az egyik az az, hogy ahogy mondtad is, az alternatív energiaforrások iránt meg fog nőni a kereslet, megpróbálják az európai országok a gázfüggőséget csökkenteni. Ezt nyilván többféleképpen lehet a megújulóknak az egyre nagyobb terjesztésével és a nukleáris erőműveknek a adott esetben ugye mondjuk azt, hogy újra gondolásával, és hát persze nyilván meg lehet nyitni az régi szénbányákat, és szént is lehet, szeret is lehet ugye tüzelni. Nyilván nem kell talán gyanítható az, hogy én melyiket szeretném, tehát melyiket tartom ugye az egész bolygó szemszögéből fenntarthatónak. Ez lehet egy lehetőség is. Ez nagyon nagy felelőssége lesz az európai országoknak, hogy olyan programot dolgozzanak ki, ami úgy csökkenti az energiafüggőséget, hogy közben nem teszi tönkre a bolygót, és megmaradnak a klímacélok. Szerintem ez technikailag megoldható. Biztos, hogy óriási pénzek kellenek ennek a finanszírozásához, de ez eddig is így volt egyébként, és óriási pénzek meg is mozdultak. Ugye még a háború előtt, ahogy mondtam, hogy a befektetők elindultak, ugye a glasgowi, csak a glasgowi klímacsúcson több százmilliárd dollár értékű, de ezt nem rosszul mondom, nem tévedek, több százmilliárd dollár értékű befektetési nagyságrendet, volument jelentettek be. Tehát erre lesz és lehet pénz, ez lehet egy jó üzlet, lehet egy újfajta gazdaság, és dönthetünk úgy is, hogy adott esetben ugye hosszú távon is nélkülözzük a klímavédelmi célokat, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorúvá tenne engem, hogy így nagyon finoman fogalmazzak. Ugye a másik a körforgásos gazdaságnak az erősödése, az energetikában mindig azt mondjuk, hogy az el nem fogyasztott energia a legolcsóbb. Most mondjuk azt, hogy az el nem használt anyag a legolcsóbb, és az csökkenti a legjobban a függőségünket. Tehát ahogy erősítjük a körforgásos gazdaságot, úgy tudunk egyre kevesebb anyaghasználattal ugye ugyanolyan kibocsátást elérni. Nem nehéz belátni, hogy ez is egy nagyon jó irány tud lenni, és ezt is fel kell, és fel lehetne gyorsítani. Úgyhogy van egy ilyen kutatás, ami azt mondja, hogy ha körforgásos gazdaságot megvalósítanánk, akkor 40%-kal csökken az üvegházhatást okozó gázok szintje globálisan. Uh-huh. Majdnem a probléma felét meg tudnánk oldani egyedül ezzel az egy eszközzel. Mondtam, ettől még messze vagyunk, de akár fel is gyorsul. Hát én örök optimista vagyok, én azért akarok dolgozni, és abban szeretnék reménykedni, hogy ezek a dolgok jó irányba tudnak menni, és ezt a figyelmeztetést, amit kapott a világ, azt jó irányba fogja tudni használni. Hát reméljük a legjobbakat. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. További jó munkát kívánunk. Szép köszönöm napot, szervusz! Szép napot nektek. Sziasztok! Ifjabb Csikán Attilával, a Magyarországi Üzleti Tanács a fenntartható fejlődésért a BCDH újraválasztott elnökével beszélgettünk a karbonsemleges magyar gazdaságról, meg egyáltalán azokról az irányokról, ami a körforgásos gazdálkodás felé visz. És kaptunk egy befotózott üzenetet egy kedves hallgatótól, kérte, hogy kérdezzünk rá Csikán Attilánál. Nem akartam, egyrészt időnk sem engedte, másrészt meg itt a nagy irányokról és a tervekről és a megvalósításról volt szó. Ez pedig pont a kivételekről, hogy idén a téli olimpia kizárólag műhavon zajlik, az idei foci VB 8 darab teljes klimatizált sivatag közepén felhúzott stadionban zajlik, a Lufthansa elindít 18 ezer üres járatot, hogy megmaradjanak a sávjai, stb. Ez sorolja ezeket a dolgokat. De hát Csikán Attila is azt mondta, nem vagyunk kész. Tehát ez egy irány, ez egy törekvés. Tehát most a kivételeket sorolhatjuk, és főleg szerintem elég ostoba dolog szembeállítani azt, hogy mi meg szelektívet gyűjtünk, bambuszfogkefét veszünk tripláron, és elektromos autókba járunk. Igen, törekedjünk, ezt csináljuk, és próbáljunk nyomást gyakorolni az olimpia szervezőire. Ugye, ezek szerintem pont nagyon jó példa, ezek korábban eldöntött dolgok, amikből már nem hátrált ki a világ, de én majdnem biztosra veszem, hogy 5 év múlva már nem lehetne ilyeneket megcsinálni. Pontosan, és ez az irány, és ez kell, hogy az irány legyen. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Elég furcsa üzenetek jönnek. Valaki arról kérdez, hogy tudunk-e valamit a CIP bank leállásáról, továbbra sem működik, Frenki írja azt. A más a Simple-nek az akadozásáról írt, és hogy nem tud vele vonaljegyet venni. Nem tudom. Na, az kellemetlen, hogyha ilyen probléma van, hogy ugye, a Simple működik az új alkalmazásban. Igen. És akkor is, amikor én próbálgattam, akkor is rakoncátlankodott, kiírta, hogy nem jó a tranzakció. Az aztán... volt, ugye? Nem, az még egy pár hete, amikor indult utána, a Bandival teszteltük, és utána pár perc múlva megjelent a jegy. De ez mondjuk talán érvényesítés már nem, hogyha kicsit hamarabb veszi az ember, nem a megállóba, utolsó pillanatban, akkor talán ez kiderül.
előtte. Persze nem segít, hogyha éppen nem tudsz felszállni, és éppen nincsen értékesítés. Nem tudjuk, hogy mi a gond. Mi is csak a újságcikkeket olvastuk a Cibes leállásról. Ha valakinek van tapasztalata, vagy bővebb infója, akkor azt mi is szeretettel várjuk, és szívesen megosztjuk. Jó, menjünk tovább. Igen, más is írja, most írja, hogy a CIB valóban nem megy. Tehát még ma reggel sem, akkor az már egy napja, nem megy. Ott azért komoly probléma van akkor. 0630 20 10 909, ide várunk még további infókat. Most átadjuk a terepet Taribolyának, ő fog nektek ismét friss hírekkel szolgálni, aztán jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit, és hát már bankokat emlegettünk, akkor folytatjuk azzal. A Magyar Bank Holding csoport két képviselőjével beszélgetünk arról, hogy ugye szó volt arról, hogy egy nagy digitális átállásba kezdett a Bank Holding, és az, hogy kikkel társul, milyen partnerei lesznek, ebben arról lesz szó gyakorlatilag a hírek után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.